Szép napot kívánok május 9-én, az Európai Unió napján mindannyiuknak. Az Európai Unió valamennyi tagállamában büszkén és a történelem nagy vívmányaként emlékeznek a Nobel békedíjas Európai Uniós projektre ezen a napon május 9-én mindenhol. Amint látják, nálunk a Magyar Parlament épületén, az egyik legfontosabb közjogi intézményünk épületén, akkor van kint az Európai Unió zászlaja, hogyha azt mi, a kollégáink oda kirakják, a Magyar Szocialista Párt képviselői. Igaz, már annak is örülhetünk, hogy nem Putyin címere lóg a magyar nemzeti lobogó mellett a Magyar Országgyűlés épületén, mégiscsak azt kell önöknek május 9-én ünnepi napon bejelentenem, hogy Botka László alkotta európai magyar demokraták többségéből álló következő Magyar Országgyűlés visszahelyezi az európai lobogót a magyar nemzeti zászló mellé a Magyar Országgyűlés épületére. Szögezzük le, hogy az Orbán Viktor által megálmodott Európa ellenes lázadás súlyos vereséget szenvedett az elmúlt hónapokban. Vereséget szenvedett Hollandiában, Ausztriában, és a minap látványos és nagyon figyelmeztető, számunkra is izgalmas vereséget szenvedett Franciaországban. Orbán és Le Pen Európát szétbontani akaró kísérletét ma az Európai Unióban a békétlenség kísérteteként tartják számon, ezért fel fognak lépni ellene. Több olyan párhuzam is van, ami talán izgalmas lehet, hiszen számomra is megdöbbentő volt, hogy Le Pen frakciójában ülő Le Pen támogató pártársai az Európai Parlamentben voltak az egyetlen olyan csoport, akik megtapsolták Orbán Viktor Magyarországra nézve és a magyar kormányra nézve szégyenteljes beszédét az Európai Parlament ülésén két héttel ezelőtt. Le Pen többször hivatkozott Orbán Viktorra, mint társára az Európát szétbontani akaró projektben, és emlékezzünk meg arról is, hogy Le Pen és kampánya volt az, amely többször is segítséget kapott a putyini hatalomtól, és talán nem véletlen, hogy ilyen módon egymásra találtak Orbán Viktorral, hiszen egyre több jel mutat arra, hogy mi is inkább egy putyini típusú Orbánisztán fele haladunk, mint sem az Európai Unió értékeit követnénk. Szeretném önöknek elmondani, európai parlamenti képviselőként, hogy a most győztes francia elnök Macron egy elég egyértelmű Európa melletti az Európai Uniót reformálni szándékozó programot hirdetett. Ez egyik oldalról jó hír azoknak, akik tudják, értik, hogy május 9-én azt ünnepeljük, hogy hosszú évszázadok háborúskodása után az európai népek végre egy stabil, békés együttműködésre találtak. Éppen ezért Macron és az Európa párti politikusok egy új Európai Uniót szeretnének megálmodni. Ebben az Európai Unióban viszont Orbán illiberális Magyarországának nincs helye. Ez a mi közös veszélyünk. Nem Orbán Viktor marad ki majd egyedül az európai biztonságos fejlődésből, hanem mi mindannyian magyarok, hogyha nem takarítjuk el ezt az Európa ellenes kormányzatot. Éppen ezért most itt a Magyarországgyűlés előtt mondom, hogy 2018 választása nem egy egyszerű parlamenti választás, hanem egy döntés arról, hogy Magyarország az Európai Unióval, vagy pedig egy másik irányba, Putyinnal akar tovább haladni. Márpedig nekünk, mindannyiunknak egy érdekünk lehet csupán, hogy az Európai Uniós Magyarországot erősítsük. Éppen ezért szeretném jelezni, hogy Botka László programjának egyik hangsúlyos eleme lesz az Európa pártiság, és az Európai Unión belül megtaláljuk azokat a programokat, azokat a forrásokat, amelyek az ő szociális igazságtételének magyarországi programját tudják támogatni. Ezt fogjuk bemutatni a következő egy évben, és amikor kikerül hivatalosan is az Országgyűlés épületére az Európai Uniós lobogó,
akkor ezt a programot fogjuk közösen végrehajtani az Európai Uniós kollégákkal együtt. Euró bevezetése, a szociális igazságtétel és a közös európai reformokban való magyar részvétel, ez a mi programunk, és nem a Brüsszel elleni háborúskodás.